A Pilvax kávéház és étterem történelmi nevezetességű vendéglátóhely az 5. kerületi Pilvax közben. Nevét későbbi tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A kávéház a reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzsejévé vált. 1848. márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegesítésére, amelyet az utolsó rendi országgyűlésen a függetlenségi párt szorgalmazott. A hagyomány szerint 1848. március 15-én itt szavalta el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki ezen a napon a forradalmi események. A kávéházat 1848. március 15-e és 1848. augusztusa között forradalmi csarnoknak nevezték. Jelenleg a City Hotel Pilvax üzemelteti a Pilvax Kávéház nevű vendéglátóhelyet.